Nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek, hát ma is volt részünk bőven izgalmakban. Én nem mondhatom azt, hogy nagy meglepetésekben volt nekem részem, hiszen egy pár nappal ezelőtt közzétettem egy 8-as döntős listát, esélyeket latolgattam, hogy szerintem ki lesz az a 8 döntős. Ez ismétlen megint, ez nem egy minőségjelző, egyszerűen csak egy sakkozás. Hát mind a 8 bejött részemről, úgyhogy annyira nem mondhatom, hogy engem meglepett, hogy mi történt a mai adás alatt. Úgy gondolom, hogy izgi lesz a döntő is. A 4-est azt már nehezen tudnám megtippelni. Nézzük csak a zsűrit. Remélem, hogy a következő adásban már leszállnak a norvég témáról. Vettük alapot, hogy Jenő egyszer félre mondta a Norvégia és Dánia történetet. Remélem, hogy le fognak erről szállni, mert már annyira nem vicces. Viszont ami nagyon fontos, és súgják a fülembe, hogy mondjam el, ez az akusztik szavazás. Ugye akkor még egyszer megpróbálom eldarálni, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy van egy akusztik verseny párhuzamosan ezzel a versennyel, amit dalnak nevezünk, és ott az előadók előadják akusztikusan a dalaikat. Erre lehet like gombok nyomogatásával az Eurovision Hungary Facebookos felületen szavazni. Na most, aki nyer, és végül ugye nyertesen jön ki ebből a kis versenyből, az egy MR2 Petőfi Rádiós akusztikus szettet fog elnyerni, méghozzá 52 percben. Viszont annyiban módosult a szabály, hogy azok közül, akik már nem lesznek a döntőben, is megnézzük, hogy ki kap a legtöbb lájkot, és a legtöbb lájkot kapó fogja a következő héten ugyebár nyitni a döntőt ezzel az akusztikus előadással. Kedd évfélig lehet szavazni most. Azt gondolom, hogy érdemes átnézegetni a videókat. Van egy pár, ami nekem nagyon tetszik. Most hirtelen kapásból például pont a Király Lindá jut eszembe, amelyet én is megosztottam a napokban, mert nagyon bejött nekem. Szerintem tök jó. Ma is vannak vendégeim, most szólítgatni fogom őket, nagyon beszélgetnek itt a háttérben, látom, hogy Márzsot fogom szólítani. Gyere, kedves Márzs! Gyere! Sziasztok, szia! Szia! Csalódott-e vagy-e? Hát szerintem hazudik, aki azt mondja, hogyha kiesik egy versenyből, hogy nem csalódott, kicsit csalódott vagyok, igen. Én azon gondolkodtam, és gondolom sokan gondolkodtak ezen, hogy ugye te most éppen állapotos vagy, és hogy mikorra volt az várható gyakorlatilag, hogy a baba megérkezik, illetve hogy hogyan lehetett volna egy versenyt így egy babával lenyomni. Ez nagyon stresszes, fizikailag is megterhelő, mentálisan is, és hogy neked ott, mint anyukának is bizonyítani ott kellett volna, és mint énekesnőnek is. Talán ennek tükrében picit gondolatod azt, hogy egy ilyen kemény stressz vagy fizikai megpróbáltatás nem hárul most mégsem rád. Hát valójában nagyon szeretem a kihívásokat, úgyhogy szerintem ezzel nem lett volna gondom, meg szerencsére nagyon sok segítőm van, akik tényleg 100%-osan segítettek volna továbbra is, úgyhogy ettől nem volt félelmem, vagy nincs bennem most egy ilyen megnyugvás érzés, mert hogy közben más dolgokon is folyamatosan dolgozom, tehát egyel kevesebb, de azért még van mit csinálni. Azt el kell, hogy mondjam neked, ugye ezt a 8-as listát említettem, amit én kiraktam. Te nem szerepeltél nálam benne. Ez nem azért történt, mert nem kedveltem a dalodat, én meghallgattam, utána néztem a YouTube-on is, és azt gondolom, hogy te rendkívül minőségi zenét produkálsz. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ha szavazásra kerül a sor, akkor még nincsen akkora táborod, hogy esetleg tovább jutassanak. Igazából ennyiről van szó szerintem itt most a verseny alatt. Én arra múlnék kíváncsi, hogy mit tervezel a jövőben, mert hogy vannak neked ott olyan dalaid a YouTube-on, például, ha jól emlékszem, ahol törtebb zenékre énekelsz, ezek sokkal kevésbé popos témák, ugyanakkor nekem nagyon tetszenek, mint ez a popos téma, amit most hoztál magaddal, hogy mi a jövőbeli terv, tehát hogy jobban rányomulsz a magyar közönségre, vagy például én szeretem a hip-hopot, és vágom azt, hogy téged ebben a közegben nagyon tisztelnek. Tehát, hogy mi lesz, mi fog veled történni? Hát én közben itt a dal meg a várandóság alatt lemezt készítek, kis magyar nyelvű lemezt, meg nagy vegyes nyelvezetű lemezt is. Közben még volt egy klip forgatásom, ez szerencsére jól sikerült, úgyhogy lemezt fogok kihúzni. Mikor lesz látható a klip? A klip, hát öntöltöttem függővé, hogy az Eurovízióban, vagy a dalban meddig szerepelek, úgyhogy valószínűleg hamarosan. Hamarosan.
Ha választanod kellene most már így, hogy te nem szerepelsz a versenyben, kit választanál, hogy mint kedvenced, hogy ki az, aki szerinted menjen Dániába? Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. És az az igazság, hogy kicsit azt érzem, hogy jól van ez így kitalálva, hogy van egy válogató, van egy elődöntő, van egy középdöntő, tehát hogy például érdekes volt a zsűri kritikája, pont a táncosommal, Likovics Alexandrával beszélgettünk, hogy ugye mondta Filip, hogy ő változtatna a díszletünkön, úgymond, hogy valószínűleg semmi más nem történt a múltkori show óta, csak jobban észreveszed a részleteket, tehát én megvárnám a döntőt, miután azt mondom, hogy ki az, aki, mert bennem is, nem a diplomácia miatt, hanem tényleg az van, hogy ahogy nő a nyomás, meg ahogy többször látod az előadást, és nem ugyanazt az előadást nézed újra-újra, hanem maga az előadó mennyire tud felnőni ehhez az egészhez, meg a produkció mennyire érik meg. Szerintem a döntőben már érezni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és tényleg őszintén gratulálok, mert nagyon becsülettel és egy nagyon jó dallal nyomtad le a versenyt. Köszönöm. Nézőkhöz kell intéznem most egy kvíz kérdést, mert lehet ismét város belépőket nyerni ide, meg dal CD-t is lehet nyerni. Az a kérdés, hogy hány háttérénekese volt Dér Henriettának, erre lehet válaszolni, nem annyira nehéz, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy ki válaszolta meg nagyon jól ezt a kérdést. Szólítom is itt a Zsófikánkat, gyere, gyere! Szia, le tudsz ülni? Jó. Mi ez a ruha? Először mikrofon. Szia! Mi ez a ruha? Ez van, aki azt kérdezte, hogy most ez egy mennyasszonyi ruha, vagy valaki meghalt, vagy ez egy gyászruha. Tehát, hogy nem világos. Én arra tippelek, hogy ez egy mennyasszonyi ruha, és egyben ez egyfajta fricska összefüggően a dallal. Jól tippelek-e? Jól tippelsz, ez így van. Megálmodtunk egy fekete mennyasszonyi ruhát a zenekarral közösen, és a legjobb barátnőmmel, Lackó Lillával és Silin Kolossal és Veres Nikivel négyesben meg is valósítottuk ezt a költemény ruha. A dal. Ki írja nálatok a szövegeket? Bencsik Kovács Zoltán írja a szöveget, és egyébként a zenei részét is. És te magad mennyire vagy ihlető forrása ezeknek a szövegeknek? Tehát, hogy mennyire állsz kapcsolatban a szövegekkel? Mert hogy én arra tippeltem, én azt hittem, hogy te magad írod a szövegeket, és hogy ez valamilyen önéletrajzi ihletésű szöveg. Mert ugye a szöveg az zseniális, kimagasló teljesítmény szerintem. Itt most a Dal című műsor legjobb szövegéről beszélgetünk éppen. Mesélj nekem egy picit arról, hogy ez miről is szól ez a dal. Ez a szerelemről szól, és azért furcsa, mert eddig nem nagyon taglalta a zenekar ezt a témát, és ez is ránk val, mert a szerelemnek a boldog részén kívül, ami a refrénben van benne, a hétköznapi részét is kiemeli, ami a verzében, a versszakokban hallható. Láttam, a háttérben rajzolgatsz egyébként. Ez az életednek mennyire fontos szereplő a rajz? Ez hobbi, vagy tanulsz, vagy akarsz tanulni rajzzal kapcsolatos ténykedéseket? A rajz a számomra szerelem. Ugyanúgy egyébként, mint a zene. Tehát nem tudom elkülöníteni a kettőt, mind a kettőt imádom, mind a kettőt csinálom kiskorom óta. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy menekülő út lenne, tehát amikor boldog vagyok, akkor is rajzolok, és kirajzolom magamból a boldogságot, és azonnantól kezdve ott van a papíron, és hogyha szomorú vagyok, akkor szintén segít. Ha megnézed a versenyt, ugye 8 döntős van most, neked van-e kedvenced közülük, aki, ha azt mondanád, hogy ha nem ti, akkor inkább ő? Én a Full Moon nagyon szeretem. A Full Moon? Imádom. Nekünk is nagyon bejön a Full Moon. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. És sok sikert nektek, nagyon bírom a dalotokat, és örülök, hogy itt vagytok most velünk. Közben szólítom itt a következő vendégemet. Kicsit úgy érzem magam néha, mintha orvosi rendelőben lennénk, és én itt szólítgattam az embereket. Gyere Gergő, gyere csak! Én szólítalak téged, hát ez méltatlan. Szia Gergő! Meséld el nekünk azt,
hogy hogyan néz ki most a Full Moon, azt elmondom most a nézőknek is, hogy először én kétkedve álltam a produkcióhoz, mondom, hát ez hogy fog megszólalni, vagy mi lesz ez. És az a helyzet, hogy nekem bejön, nagyon tetszik, nagyon erősnek gondoltam, és ezért is raktam be az én Secret 8-asomba, végül is megosztottam, úgyhogy nem is annyira Secret. Mi a felállás nálatok? Először is hadd gratuláljak az első 8-hoz, hogy sikerült megjósolnod. Köszönöm szépen, köszönöm. És ezt már személyesen megköszöntem, hogy megszavaztad a bizalmat a Full Moon-nak. Hát sok rétegből áll ugye ez a produkció. A dal hangszerelésénél én arra szerettem volna odafigyelni, hogy magát a műfajt ebben a műsorban is fogyaszthatóvá szerettem volna tenni, és azon dolgoztunk Bella Mátéval, akivel a dalt írtuk, hogy egy olyan produkciót, ahogy Csiszár Jenő megfogalmazta, hogy összművészeti produkciót hozzunk össze, amiben azok, akik még nem ismerik annyira az a cappella éneklést, azok is találnak valamit, ami érdekes lehet. És menet közben jött ez a testdobolás ötlet, ami annyira nehéz, hogy megcsinálható, tehát nem túl nehéz megcsinálni, viszont nagyon segíti az egész látványát is, meg a hangzást is. Ugye nekünk most versenyeznünk kellett olyanokkal, akik konkrét zenei alapokkal jöttek, és nekünk is valami hasonló hangzást kellett elérni, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez hogy tud megszólalni, milyen beatbox, meg cicegés, meg mikkel tudjuk feldobni az a cappella hangzást. Az, hogy ti most zsűri döntéssel mentetek tovább, az jelenteti azt is, hogy bent lesztek a 4-ben. Ugye akikre majd a közönség fog a következő adásban szavazni, ebben pedig benne van ugye az, hogy mentek az Eurovízióra. Fogtok-e változtatni a produkción bármit? Apró dolgokat csiszolunk rajta, ami közben eszünkbe jut látványban, vagy mozgásban, vagy pontosítunk még rajta, amit tudunk. Ugye általában egyébként, amikor mi egy dalt elkészítünk, akkor van, hogy fél év, mire beér koncerten. Ugye a koncertműfele az egészen más. Itt most kevesebb időnk is volt rá, viszont sokkal több időt tudtunk egy dalra szállni, hiszen most ez egy óriási lehetőség nekünk, hogy az a cappella zenét a Full Moon-on keresztül megmutassuk az országnak. Úgyhogy most sokkal nagyobb a fókusz, úgyhogy még rengeteg dolog jut az ember eszében menet közben, ahogy énekli a dalt, meg ahogy visszanézi a produkciót. Úgyhogy hát ezt fogjuk csinálni, hallgatjuk, megnézzük, és megpróbálunk még hozzátenni. És akkor tőled is megkérdezem, mert hogy ma ez volt nekem most a körkérdés, ami így random, és igazából te gyakorlatilag, mint régi vonalas zeneszerző is válaszolhatsz erre a kérdésre, kik azok, akik neked tetszenek a Full Moon-on kívül? Hát nagyon sok produkció tetszik. Nekem nagyon tetszik Király Viktornak a produkciója, nagyon energikus, meg én egy nagyon jó előadónak tartom. Nekem nagyon tetszett Gigi is, hát mint előadó óriási, úgy gondolom. Talán van olyan dal, amit ő maga, hogyha jobban szeret, akkor még sugárzóban elő tudja adni. De ettől függetlenül nagyon szerettem a produkcióját, és sajnáltam, hogy nem jutott be. De nagyon sokakat, nagyon szeretjük a Honey Beast produkciót, egész Full Moon nagyon szurkolt neki. Nagyon sokan pedig nektek szurkolnak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor hajrá döntőben nektek is. Közben nekem el kell mondanom a nyertest, aki helyesen válaszolt a quiz kérdés, az volt, hogy hány háttérénekese volt Dale Hennynek, majd sugjatok, ha rosszul mondom a nevet, és akkor elnézést is kérek, Tikári Szabolcs az, aki helyesen megfejtette, és ő nyeri meg azt, amit meg lehet nyerni. Én még mindig azt mondom, hogy nézegessétek ezeket az akusztikus témákat, és szavazzatok rá, keddéjfélig lehet szavazni. Ez szerintem egy nagyon fontos része ugyebár a döntőnek, hiszen megint elmondom így a végén, hogy az fog történni, hogy azok közül, akik a legtöbb lájkot kapnak, meg fogjuk nézni, hogy kik nincsenek már ugyebár a döntőben, közülük fogja egy a legtöbb lájkot kapó nyitni a döntőt, és aki pedig úgy összességébe véve kapta a legtöbb lájkot, az kapja meg az MR2 Petőfi Rádiónál ezt az akusztikus szettet. Kívánok mindenkinek jó éjszakát, és köszönöm, hogy ma is itt voltatok velünk, és még lesz egy kör, jövő héten jövünk.
jó étemberek.